Magyar Kanizsa az elsők között dolgozta ki saját népesedési akciótervét, és lehetőségeihez mérten próbál is tenni az ügy érdekében. A Rákóczi Szövetség községi szervezete éppen azért választotta ezt a témát az Eretnek gondolatok elnevezésű kerekasztal sorozat legfrissebb témájául, hogy tudatosítsa az emberekben a folyamatos fogyatkozásunk megfékezésére irányuló törekvések fontosságát. Ez a legégetőbb probléma most a délvidéki magyarság nemzeti közösség számára, hiszen egyre tömegesebb a fiatalok elvándorlása szülőföldünkről. És megpróbáljuk, a Magyar Nemzeti Tanács is fölvállalt ezt a nagyon fontos problémát, és megpróbáljuk ezt egyre a közvélemény számára egyre nyilvánvalóbbá tenni, hogy ezt tenni kell valamit, mert másképp elfogyunk. Az MNT elnöke egyebek mellett azokról a tévutakról, eltévejedésekről is szólt, amelyek külföldre csábítják a fiatalokat. A vajdasági magyar közösség egy demográfiai mélyponton van, tehát a születések és az elhalálozások száma az hatalmas, felbomlott egyensúlyról szól. Ezért gyakorlatilag ebben a helyzetben az elvándorlás az nem csupán egy egyéni kérdés, hanem egy első számú közösségi kérdés. Csak kevés önkormányzat látott hozzá a népesedési akcióterv kidolgozásához, még kevesebb annak megvalósításához. Ennek vetületében nem meglepő, hogy az MNT által a magyar középiskolások körében végzett felmérésekben a korábbiaknál is többen nyilatkoztak elvándorlási, külföldi munkavállalási, esetleg továbbtanulási szándékukról.